Hektikus évet hagytunk magunk mögött. Épp csak kikeveredtünk a Covid-járványból, amikor jött az orosz-ukrán háború, ami negatív hatással van a gazdaságra, mondta köszöntőjében Kovács Vince, az elnök ennek ellenére pozitívan látja a jövőt. Az inflációtól kezdve minden, ami sújthat egy gazdaságot, az időközben bejött. Ennek ellenére azt mondom, hogy a Vasmegyei Gazdaság, a Vasmegyei Kereskedelmi és Iparkamara által képviselt gazdaság nem teljesített rosszul. Egy felmenő, növekvő gazdaságról van szó, ami reményeim szerint nem torpan meg annyira, hogy ez szóba forduljon a jövő év szempontjából is. A 2021-22-es tanévben debütált az Iparkamara és az ELTE közös programja, az Üzleti Ismeretek Gyakorlatban című egyetemi kurzus, amely sikeresen zárult. Emellett a kamara fontos tevékenysége volt ebben az évben a gazdasági érdekek érvényesítése, a vállalkozók szaktanácsokkal való ellátása, illetve a Széchenyi Kártya program gondozása is. A megnövekedett energiaárak és a romló forint megviselte a vállalkozásokat. A Vasmegyei Kereskedelmi és Iparkamarának 21 ezer regisztrált tagja van, a szervezet többféle módon igyekezett segíteni őket. Vallják, válság idején előre kell menekülni. Szinte hetente kettő rendezvényünk volt a kamarában, amelyel a vállalkozók tudták fejleszteni a készségeiket, a tudásaikat, illetve ezáltal könnyebben szembe tudnak nézni a válsággal. A kamarai rendszerben van lehetőség üzleti partnerek felkutatására, üzleti partnerek keresésére. Fekete Attila dandártábornok a Nemzeti Adó és Vámhivatal szemüvegén keresztül mutatta be Vasmegye gazdaságát. Előadásában beszélt a katatörvény átalakulásáról. Megyénkben 10.500 katás vállalkozásból 3.800-an adóznak az új jogszabály szerint, és körülbelül 500-an szüntették meg vállalkozásukat. Az Iparkamara évzáró eseményét Korponai Zsófi és Pelczer Géza zenés műsora színesítette. Az eseményen díjakat is átadtak. Kamarai munkáért emlékpakettet vehetett át Zsizsik Katalin, az Ökogrill Kft. Ügyvezetője, és Bene Tibor, a kamara önkéntes tagja. A Polgár Zsuzsanna szakképzési díjjal Busznyák Norbertet tüntették ki, aki több mint 20 éve végez kiemelkedő tevékenységet tanulók képzése terén. A kamarai érdemérmet Lenkai Nóra, az ELTE Szavária Egyetemi Központ rektori biztosa vehette át a kamara és az egyetem közötti aktív együttműködésért. Az érdeméremmel Varga Imrét is kitüntették az Üzleti Ismeretek a Gyakorlatban című egyetemi kurzus elindításában és megvalósításában történő szerepvállalásáért. Helyette Lenkai Nóra vehette át az érmet. Köszöntötték Kovács Vincét, aki 25 éve tölti be az elnöki tisztséget a kamara élén. Nagyon megköszönöm Vasmegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökségének, tagságának, akik választottak, hogy a kamara élén dolgozhattam, és a 25 évben nem csalódtam a vállalkozásokban. A kamara idén védjegy programot indított hitelesség, szakmaiság, minőség, biztonság mottóval. A cél, hogy növekedjen a védjegyet elnyert kamarai tagvállalkozások ismertsége és elismertsége. Három cég vehette át az oklevelet. Zárásként Vámos Zoltán főispán mondott pohárköszöntőt a megjelentek számára.